Na, szavaztok srácok, én Scani vagyok, és köszöntelek benneteket a legújabb videóban a csatornán. És a mai videóm egy újfajta videó lesz, abból a szempontból, hogy ilyen reakció videót még igazából nem csináltam a csatornán, kivéve egyet, amikor egy régebbi videóimra reagáltam, de a mai videóban pedig, ahogy látjátok a címből is, Azariának az Introvertált Dal című videójára fogunk reagálni. Nagy Azaria rajongó vagyok, és hát követem a munkásságát már egy jó 3 éve, talán még a YouTube-os napjai óta. Hát és azt kell mondjam, hogy az eddigi videóival abszolút nem okozott csalódást szerintem senkinek, és szerintem még azoknak is tetszenek a videói, akik és a zenéi, akik nem nagyon követik őt, és nem nagyon vannak benne ebben az alter műfajban, ha mondhatom így, de tudom, hogy ő nem szereti magát beskatujázni bármilyen műfaji keretek közé. Na de szerintem vágjunk is bele ebbe a videóba, itt előhívtam magát a music videót, itt be fogom nektek vágni a képernyőre, ti is lássátok, és hát nézzük is meg, hogy milyen lett. Na szóval srácok, itt is van a videó, ahogy látjátok, egy ilyen fekete-fehér flash van most, kíváncsi vagyok rá, hogy ez lesz-e végig. Ha? Valaki hype-olja fel őt a háttérben. Nem tudom, hogy ennek van-e valami jelentősége, vagy valami backstory-a, ezt írjátok meg kommentben esetleg, ti tudjátok, hogy ki mondta ezt, vagy mikor mondták ezt. Kis kutya is van, farkas. Aha, végig ez lesz, igen, ez a fekete-fehér vibe. Most meg kell állítsam, ez a sárga esőkabátos ember, ez nekem abszolút 21 Pilots vibe-ot hoz. És azt tudom is, hogy azért egy nagy 21 Pilots rajongó, mivel volt egy ilyen lemez videója, amikor a kedvenc lemezéről beszélt, és az a 21 Pilots-nak az egyik lemeze volt. Szóval lehetséges, hogy az inspiráció onnan jött. Nézzük is tovább igazából. Dracula Out of Town rendezte, abszolút nagyon jó videókat rendez, én nagyon bírom az ő munkásságát. Ez a pásztoros, meg minden így ilyen falusi vibe kicsit, hogy így jön a banda az autóval. Ah, nagyon jó, nagyon jó, eddig nagyon jó. Be van vágva azért a kecske, az arra ne feledkezzetek meg, hogy a goat, az mindig ott kell lennie. Ugye az előző videóban, amit Manuellel csináltak, ami Toxic, abban is volt a kecske, az egy ilyen visszatérő motívum, úgy látszik. Ha, itt van a banda, a zenekar. Azének ez a csizmája, ez nagyon ikonikus, azt hiszem, ez egy Rick Owens csizma. Ez abszolút nagy flash, ez a kocka alakú csizma. Koponya. Ez valami engem a Pokémonból mi a neve? Cubone-ra emlékeztet? Talán azon van egy ilyen koponya, vagy csontváz állarcos maszk. Ami nagyon menő. Tehát így mögötte látszik a szeme. Hát ez eddig abszolút lenyűgözött, megmondom őszintén. Azinak mindig az összes videójában vannak ilyen egyedi elemek, tehát amit ilyen más mainstream előadók nem nagyon szoktak csinálni. Eddig abszolút nagyon jól össze van rakva, a klip így ízlésesen vannak bevágva a jelenetek, meg minden. Meg ez a fekete-fehér is abszolút szerintem illik hozzá ehhez a dalhoz, meg ugye a hangulatához. Ez sláger, gyerekek, ez abszolút. Na, ez a sárga esélykabátos figura megint visszajött, így megint vissza köszön. Úgy látszik, követi őt valamerre. Igazából minden az dalban nekem ez a kedvenc részem, amikor így melodikusan elkezd rappelni, így gyorsan, így ledarál egy ilyen szöveget, ez annyira jó. Aha, megtalálta őt a figura, most menekül előle.
Ja, Young Fly, de si. Törötlen, sehogy nem tudom, tükör volt az talán, ami ott eltört. Ez annyira megölje neki a hangulatot. Megpihen a barátokkal, igen. Csontvázok megint elégettek. Igen, ez már, talán ez a kép ki volt rakva az Instagramjára, erre emlékszem, hogy így a csukjában van. Ja, már igazából már akkor vártam ezt a videót. Megtalálta őt az esőkabátos figura. Jó kis gitárszóló. Azt mondjuk meg szeretném jegyezni, srácok, hogy azért egy olyan előadó, aki tud gitározni, és jól tud gitározni, és szerintem ebből az ilyen mainstream trap előadóktól különbözik, tehát hogy tud hangszerrel játszani, szintetizátoron is, tehát zongorázni is tud, és ez egy olyan pluszt ad a zenéjéhez, ez olyan zenei hallást ad szerintem, hogy ez egy olyan pluszt tud belevinni a zenéjébe, ami másoknál nem nagyon van meg. És szerintem ennek is köszönhető valamennyire, hogy ilyen tisztán tud énekelni, akár élőben is, mert ugye voltam az egyik Budapest Parkos előadásán, és olyan fokon tiszta énekhangja volt neki élőben, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát ezt nem nagyon találkozunk ilyennel Magyarországon. Tehát abszolút kimagasló szerintem. Az effektus, amit ott beletett, az abszolút ott volt. Hallgassátok? Hoppá. Hát. Aha. Kik csinálták, azt azért kicsit nézzük meg, vagy hogy ti is lássátok. Ja, nagyon rendben volt ez a music videó. Hoppá. A csukjás figura visszajött. Ki van alatta? Szerintem ez az egyébként, csak kicsit ilyen furcsán, itt meg van animálva egy kicsit. És gondolom ennyi, igen, itt a vége a videónak, srácok, hát megmondom őszintén, nekem ez abszolút bejött, és nem csak azért mondom, hogy rajongója vagyok, és ezt úgy is vehetitek ezt a videót, mint egy Azaria fan videó, vagy valami, de szerintem abszolút rendben volt, és ott volt ez az új klip. Ez ugye a Memento albumának az első száma a 11-ből, legalábbis én így értelmezem az 1/11 jelzést. Hát én nagyon várom a következő videókat, és esetleg szeretnétek, hogy csináljak új reakció videókat, és bejött nektek ez a videó, akkor mindenképpen írjátok meg a kommentben, dobjatok egy lájkot, és hát iratkozzatok fel a csatornára. Tudom, nem ilyen videókat csináltam eddig a csatornán, és ilyen még nem volt, de szeretnék igazából több irányba is terjeszkedni, tehát nem csak a megszokott videókat csinálni, hanem újabb irányokba is elmenni a videóimmal. És a srácok, köszönöm nektek, hogy megnéztétek azt a videót, találkozunk a következőben, addig is, sziasztok!